dr. Szili Katalin képviselőtársammal benyújtottunk egy országgyűlési határozati javaslatot, mégpedig azzal kapcsolatosan, hogy a hibás devizahitel szerződéseket tárjuk fel, szüntessük meg őket, illetve az enyhítés érdekében tegyük meg a szükséges intézkedéseket. Ehhez kezdeményezem egy parlamenti vizsgálóbizottságnak a létrehozását. Amikor az államnak a szerepvállalásáról beszélünk, akkor minden akkor éppen regnáló kormánynak a szerepét is meg kell vizsgálnunk. Meg kell vizsgálnunk azokat a kérdéseket, hogy például mennyire befolyásolta a devizahitel károsultakat, amikor a szerződéseket megkötötték, mennyire befolyásolta a józan kockázatvállalási képességüket az, hogy akkor a kormányzati kommunikáció azt mondta, hogy nekünk 2010-ben például eurónk lesz. Hogy amikor bankmentő csomagokat hagyott jóvá a kormány, akkor ezek a bankmentő csomagok, azok egyensúlyban vannak-e a devizakárosultak érdekében tett csomagokkal. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az állam tette intézkedéseket annak érdekében, hogy a pénzintézetek betartsák a garanciális szabályokat. Meg kell vizsgálni azt, hogy az állam megkövetelte a bankoktól azt, hogy kellő mélységű tájékoztatást adjon a devizahiteleseknek. Meg kell vizsgálni azt is, hogy az állam milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a globális pénzügyi válságnak a hatásait mérsékelje a devizában eladósodottak érdekében. Korábban ugye a jegybankét sem vizsgálták, azt is meg kell vizsgálni, a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét is meg kell vizsgálni, most meg a Nemzeti Bankot kell megvizsgálni, mert ugye ő látja el most a pénzügyi szervezetek felügyeletének a vizsgálatát. A közösség a társadalmi igazságosságért néppárt senkit sem fog bajban hagyni, azokat sem, akik már a törlesztő részleteiket letudták. Ugyanis igazságtalan rendszerben minden hitelfelvevő áldozatnak számít.